A beadott nevezések feldolgozása után az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg területi igazgatóságának illetékes bizottságai véglegesítették, hogy mely együttesek vehetnek részt a 2024-25-ös szezon felnőtt férfi bajnokságaiban. A harmadosztályban 37, a másodosztályban 42 csapat indul. Az első osztályban rendhagyó módon 15 csapat, a Baktalórendháza, a Csenger, a Gergelyi Ugornya, az Ibrány, a Kemecse, a Kótaj, a Mándok, a Nagykálló, a Nyírbátor, a Nyírmegyes, a Nyírvasvári, a Nagyecsed, a Tarpa, az Újfehértó és a Vásáros Namény alkotja a mezőnyt. Elég furcsa, hogy 15-en indulnak a vármegyei első osztályba, hiszen nálunk mindig megszokott lenne 16-os létszám. Ugye 21 egyesületnek volt amatőr licencia erre a szezonra, de nem mindenki élt a lehetőséggel. Ráadásul ne felejtsük el azt az örömteli hírt, hogy a Máté Szalka és a Spartacus 2 feljutott az NB3-ba, tehát két csapatot is adtunk. Valamint volt egy szomorú apropó is, hogy a Nyírbéltek teljesen kiszállt a megyei labdarúgásból, tehát nem csak hogy visszalépett, hanem nem is nevez sehova. A Káló Semjén pedig visszanevezett megye 2-be, tehát ha így nézzük, akkor sokkal több megye 1-es csapatunk is lehetett volna. 2012 óta nem volt ennyi NB-s csapatunk, tehát van egy NB1-es, egy NB2-es és 4 NB3-as csapat, ez összesen 6 NB-s csapatot jelent. 2012 óta vagy 3 vagy 4 NB-s csapatunk volt, úgyhogy mióta az NB3 bajnokság átkerült az MLS-be, és mióta nem regionálisan 6 csoportban szerepelnek az NB3-as csapatok, hanem ugye eddig 3, most már 4 NB3-as csoport van, azóta ilyen magas létszámban Szabolcs-Szatmár Bereg megye nem képviselte magát az országos NB-s bajnokságokban. Miközben a csapatok többsége már elkezdte a felkészülést, a játékos keretek még alakulnak, mivel javában tart az átigazolási időszak. Az első pár napban igen nagy volt a mozgás, most már azt mondom, hogy picikét úgy visszavett a lendület, de július 20-áig ugye szabad átigazolás van, ez azt jelenti, hogy a játékos oda megy, ahova szeretne, a jelenlegi klubja nem tudja visszatartani, tehát felnőtt korosztályról beszélünk. Július 20-a után viszont egészen augusztus 31-ig még lehet átigazolni, de már csak úgy, hogyha a jelenlegi klubja elengedi, tehát aláírja az átigazolási lapot. A meccsekhez nem csak edzőkre és játékosokra, hanem játékvezetőkre is szükség van. Az igazgatóság igyekszik mindent megtenni azért, hogy valamennyi mérkőzésen megfelelőek legyenek a lebonyolításhoz szükséges körülmények. Az állomány megvan, az elmúlt években is megvolt. A legnagyobb probléma ezzel az, hogy a játékvezetői állománynak körülbelül a fele áll rendelkezésre egy szombati vagy egy vasárnapi nap. Tehát rengeteg az olyan játékvezető, aki egy hétvégén csak egy napot vállal, vagy esetleg adott esetben egyet se, ez lehet munkahelyi ok, családi ok, bármi, és igazából ezzel van a problémánk, nem a játékvezetői létszámmal, hanem mindig a szombaton vagy a vasárnap küldhető, aktív játékvezetői létszámmal van gond. Remélem, hogy ez most ebben az évben nem lesz probléma, bár hozzáteszem, hogy a 23-24-es szezonban nagyon jól meg tudtuk oldani, nem volt olyan mérkőzés, ahol egy játékvezető lett volna, egyetlen egy se, és nagyon minimális olyan mérkőzés volt a megye 3-ba csak és kizárólag, ahol 2 játékvezetőt tudtunk küldeni. És itt jegyezném meg, hogy nagyon köszönjük Hajdú-Bihar megyének, hiszen sokszor kisegítettek minket megye 3-as küldésbe, úgyhogy a két megye közt remek a kapcsolat. A vármegyei első osztályban augusztus 2. hétvégén rendezik meg az első fordulót, a második és harmadosztályban 2 héttel később rajtol a szezon. A Magyar Kupa selejtezőjének első körében a tervek szerint augusztus 21-én lépnek pályára a szabolcsi csapatok.